Berecki Papa Mese vagyok, cukrászként dolgozom immár 20 éve. Ez az út nagyon-nagyon hosszúra nyúlik vissza egészen a gyerekkoromba, amikor is anyukámmal és a testvéreimmel gyakran jártunk Nyíregyházán, a szülővárosomban. Volt egy nagyon kedvenc cukrásznak, úgy hitták, hogy korona cukrászda, és egészen 5 éves korom óta imádtunk oda járni, és valószínűleg akkor szerelmesedtem bele a cukrászatba, azokba az illatokba, illetve anyukámnak is van egy cukrászattal kapcsolatos története, hogy annak innen a Zsálbó cukrászában még nagyon-nagyon régen volt felszolgáló, és ő is sokat mesélt erről a világról. És ott Nyíregyházán lettem cukrásztanuló, a Sipkaiban, a középiskolában, utána leérettségiztem, és elmentem Budapestre a gazdasági főiskolára, és ott lettem cukrászoktató. És volt egy keves ismerősöm, aki felhívott, hogy beajánlott egy séfhez, hogy szeretne vele együtt dolgozni, hogy segítsek neki az étlapot megírni. Ez az A38 hajón történt, és ezen a napon volt egy forgatás. Néhány héttel később megcsörrent a telefon, és a Szanoma kiadó egyik főszerkesztő hívott fel, hogy szívesen dolgozna velem, és mondta, hogy nagyon örülne neki, hogyha olyan desszertek kerülnének bele a magazinba, ami felkelti az olvasók érdeklődését. A havi rovatom volt a különböző magazinokban, ez egyik volt a Fakadnál nevű újság, és végül a Néprapja konyhánál dolgoztam húzamosabb ideig. Ennek a közös munkának az eredménye lett az első könyvem, amely 2010-ben jelent meg. A címe a Nőklepő konyha 100 legjobb süteménye, amely elsősorban háziasszonyoknak készült. Hosszú éve folyamán figyeltem a visszajelzéseket, nagyon-nagyon örülnek neki, hogy jól kidolgozott receptek vannak benne. Néhány évvel később pedig 2014-ben megjelent a másik könyve, pedig a Polcukor és Habverő címet kapta, ezt a szerkesztői ajánlásra, amely szintén kicsit tovább fejlesztett recepteket tartalmaz már, illetve ugyanarra a témára több verziót, egy egyszerűbbet, egy kicsit nehezebben elkészítetőt és egy magasabb szintű cukrászudást igénylő receptet tartalmaz, úgyhogy mindenki a saját magának megfelelő receptet kiválaszthatja belőle. A szakma szeretete odáig gyűrűzött bennem, hogy megszületett a vágy, hogy egyszer szeretném a saját termékeimet a saját vendégeimnek kínálni. Férjemmel 2010-ben megnyitottuk az első cukrászánkat, szuflé, desszert és csokoládé névre hallgatott. A cukrászda sikerei közé sorolható az, hogy olyan partnereket tudhattunk magunkénak, mint például a Parlament. Tehát a Parlamentnek a kuplabüféjébe szálltottunk desszerteket, a Művészetek Palotájának rendszeresen csináltuk a rendezvényeit. A hosszú szakmai út közben rengeteg emberrel volt szerencsém megismerkedni. Nagyon-nagyon megszerettem a gasztronómia minden ágát. Amire kifejezetten büszke vagyok, az a Sofitel szálloda Budapesten, annak voltam az egyik műszakvezető cukrásza. Mi kaptam végül egy meghívást Németországba. Ettlingenben dolgoztam egy Michelin-csillagos étteremben. Németország után kaptam egy lehetőséget Svájcban dolgozni az Ermitás szállodában. 2015. augusztusában költöztünk át Németországból, Kanton Schwyzbe, Einsiedlenben. Mai napig is ott élünk. Ott dolgoztam a Schaefer konditoráj termőüzemében, és onnan jött az ötlet, hogy egyszer majd szintén szeretnék egy újabb saját cukrászdát. Ugye felmértem az itteni trendeket, lehetőségeket, hogy megnyissuk a saját cukrászdánkat. Ugye egyrészt a magyar közönségnek, illetve szerettük volna az, hogy a magyar kultúrát, a magyar süteményeket itt Svájcban is megismerjék. Én azt gondolom, hogy van helye a süteményeinknek, mert egy kicsit különlegesek, kicsit másabbak. Persze azt szokták mondani, hogy nincsen új a nap alatt, tehát nagyon sok minden hasonlóság van. De volt egy-két dolog, amivel sosem találkoztak, például a pogácsa, vagy egyéb termékek, amik nem annyira populárisak, és a mi kultúrák részét képezik. Azon kívül, hogy magyar süteményt lehet nálunk kapni, van egyfajta élményadomány. Volt egy nagyon kedves történet, egy néni lejött hozzánk, és leült egy szeletkrémessel, és láttuk rajta, hogy elérzékeny, és kérdeztük, hogy minden eleme van, és azt mondta, hogy 50 éve nem ettem krémest, és az anyukám sütött nekem utoljára. Ez egy olyan pillanata volt ennek a cukrászda történetnek, amikor azt mondtam, hogy már ezért is megérte. Hogy hogyan találtuk erre a kis gyöngyszemre? Amikor kitaláltuk a férjemmel, hogy szeretnék egy cukrászdát nyitni, akkor azt mondtam neki, hogy keressük egy olyan helyet, ami mind a kettőnek tetszik. És amikor kitaláltunk az épület előtt, és megláttuk a hatalmas, gyönyörű kirakatokat, a nagy tereket, a nagy világos falakat, akkor fogalmazott meg bennünk, hogy így lesz, amit cukráznánk. Miért éppen Sárlott lett a neve? Nagyon sok cukrászdát láttam itt Svájcban, ahol általában egy család nevét viselik a cukrásznak, és én azt szerettem volna, hogy ez egy ilyen nagyon személyes hangvételű, nagyon kedves kis hely legyen, és azért is lett a jelképünk egy hölgy, ugye ami a logomban is látható, hogy az emberek azt érezzék, hogy itt valaki süt, és hogy valakihez jönnek vendégségbe, úgymond, tehát hogy nem egyfajta ipari terméket fognak kapni, hanem egy házilag készült süteményt, amit mondjuk otthon az anyukája sütne neki, persze olyan stílusban, amit azért egy cukrásztól elvárható.
kínálatunkról, ugye, mint a magyaros kínálat elég erős. Hétközben mindenképpen megtalálható a dobostorta, Eszterházi, Isler, Linzer, Piskótról állt, kókusztekercs, különböző torták, és hétvégén pedig somlói galuska, többfajta rétes, többfajta pogácsa, mindenképpen az a desszertkínálat, amit az emberek hétvégén jobban keresnek. A magyaros desszertkínálatot kikerekítettük egy bolválasztékkal is. Nagyon pozitív visszajelzést kaptunk róla, hogy sokan nem tudták, hogy Magyarországnak milyen választékos a borvilága, és hogy próbáltunk egy szép repertoárt felsorakoztatni a kínálatban szereplő borok passzolnak a mi desszertjeinkhez. Büszkék vagyunk rá, hogy illi kávét forgalmazunk. Fontos volt, hogy aki bejön hozzánk és ismeri a illi kávét, az tudja, hogy milyen minőséget fog kapni. Sokan nem tudják, hogy az illi kávének van egy erős magyar vonatkozása. Szülőatya az Francesco Illi, egy magyar nevén Ferenc Illi volt. Múltkor bejött hozzám az illi kávésváci képviselője, és is kérdezte, hogy miért választottuk az illi kávét, és elmondtam neki, hogy a magyar vonatkozás miatt. Őnek is ugolt az információ. Így közeledve a karácsonyhoz, ugye mi is készülünk az adventi időszakban olyan dolgokkal, amely kivezetten a magyar kultúrához és a magyar gasztronómiához kapcsolódik. Ilyenek a mákos ételek, többek között persze a bejli, amelyből mi is kínálunk mákosat és diósat, illetve karácsonyra fog készülni egy marcipános aszalszívát és egy marcipános aszalbarackos verzió is, azonok, akik kedvelik a különlegességeket. Természetesen nem csak vásárolni lehet lánunk, illetve fogyasztani, hanem rendelni is. Fent a honlapon található egy úgynevezett gyors tortarendelő, ami arra szolgál, hogyha valaki messzebbről jönne hozzá, nem kell bejöjjön, megrendelje a tortát, és még egyszer eljöjjön ahhoz, hogy a tortát átvegye. 50-féle tortából tud választani méretben, elküldünk nekünk, kapunk róla egy e-mailt, és akkor ezt vissza tudjuk neki igazolni, és csak egyszer kell eljönnie a vásárlás miatt. A helyválasztásnál az is fontos szerep volt persze, hogy jó közlekedésileg megközelíthető helyet találjunk. És ez a szerencsés találkozás itt az NG-nél jött létre, körülbelül 100 méterre található az üzletésünktől az állomás, illetve van egy nagyon jó megközelítésük a tóhoz, körülbelül 150 méterre található a part. Aki ellátogat hozzánk, az egy kellemes sétát is tehet előtte vagy utána.